Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanárban. A mai napon egy érdekes témát fogunk átvenni, és ez pedig, hogy 90 éven nyílt meg az újpesti jesiva. Ez a mai téma. Mi ebben a különleges? Mert Budapesten igazán a háború előtt nem működött jesiva. De Újpest igen, mert Újpest az a háború előtt ugye még egy külváros volt Budapestnek, és 90 évvel ezelőtt nyílt ott jesiva. Először egy mondat arról, hogy miért nem volt jesiva Budapesten a háború előtt. Magyarországon sok kisebb és egy jó pár nagy jesiva volt. Nagy jesiva 150, akár 200 fiú tanult. Pápa és más jesiva. Miért nem volt Budapesten jesiva, pedig rengeteg zsidó volt, és jó pár ezer ortodox zsidó. Az apám, aki Újpesten nőtt fel, ő mindig azt szokta mondani nekem, hogy szándékosan nem volt jesiva Budapesten, sőt, ő azt is mondta, hogy ez egy hivatalos rendelet volt, amit az ortodox hitközség hozott, hogy nem lehet Budapesten jesiva, mert nem akartak a fiatalokat hozni a fővárosban, mert a fővárosban nehéz tanulni, sok minden csábító van, inkább menjenek vidékre, ahol mással nem lehet foglalkozni, mint a tanuláson. Ezért Budapesten a háború előtt nem nagyon volt jesiva. De 90 évvel ezelőtt, vagyis 1933 őszén megnyílt jesiva Újpesten. Erről szólt november 7-én, pár nappal ezelőtt, egy rövid kis cikk a zsidó.com-on, írta Cseh Viktor, az a címe az Újpesti kis jesiva emlékére, Berger Benjamin Rabbi 90 évvel ezelőtt, 1933 őszén nyitotta meg kis jesiváját Újpeste, mert Beledről költöztetett a főváros mellé. És ez a jesiva a vészkorszakig, a szín deportálásig működött, sajnos a jesiva vezetője Berger Benjamin Rabbi szintén Auschwitzba hunyt el. Nincs túl sok információ a jesiváról, nincs túl sok információ Berger Rabbiról. És amikor valaki elküldte nekem ezt a linket, gondolta, hogy engem érdekelheti, és természetesen érdekelt, mert az apám szintén ebben az jesivában tanult. Apám az Oberlander Mordechai Aaron Chai, vagy magyar neve Oberlander Aaron. Ő ebben a jesivában tanult, és nagyon sokat mesélt a jesiváról, nagyon sokat mesélt Berger Rabbiról, és ez tényleg egy jó, igazán érdekes történet. Hirtelen észrevettem, mennyi mindent tudok én erről, ami nincs leírva, még egy része nincs is leírva héberül vagy idésről, pláne nincs leírva magyarul. Gondoltam ezekről egy kicsit mesélni.
Ugye az alaphi egyébként a zsidó kommonat a végen oda van írva, fotó, fortepán, csak nincs fotó a cikkhez, nincs fotó. Akkor nézzük meg először, miről van szó. Itt van egy cikk, a zsidó újság, az ortodox heti lap volt 1933. november 3-án, és itt van egy rövid hír, az újpesti jösivak tanó, azt jelenti, hogy kis jösiva, fiatalak. Jösiva, gedoyle, nagy jösiva, kis jösiva és nagy jösiva, nem az a lényeg, hogy 20 diák vagy 100 diák, kis jösiva azt jelenti fiatalabb fiúknak, nagy jösiva azt jelenti nagyobb fiúknak. Ilyen bár micva fiú, 13 évesek, az a kis jesiva. Az újpesti jesiva tanörbi nyomin berged tajfész jesiva vezetésével megnyílt. Élénk érdeklődés nyilvánul meg az új kis jesiva iránt. Már most az első zmanban, az első szemeszterben 30 növendéke van. Ez a növendékszám előre láthatóan növekedni fog, amiért is a vezetőség elhatározta, a kis jösíve céljaira egy házat bérbe vesz. A költség fedezésére jösíve alapot létesítették, aki az alaphoz hozzájárul, alapító tag lesz, bővebb információval szolgál Gestetner Imre, Újpest, Király utca 47. Ez a hír, már ebben a hírben is sok minden lehet tudni, a legfontosabb itt, hogy aki foglalkozott, aki a pénzügyi részével foglalkozott, legalább segített, az bizonyos Gestetner Imre volt, erről majd beszélünk még később, mert őróla is van információ. Első dolog akkor az a kérdés, hogy ki volt ez a bizonyos Berger Benjamin, aki ezt a jösiva nyitotta meg Újpesten. És a válasz erre az, ez a bizonyos Berger Benjamin, ő úgy írva és szerepel itt a cikkben is, ő Belledről jött át, mikor született, 1868-ban született, állítólag Belledben született, apja Berger Zalman volt, nagyon gazdag zsidó volt, nagyon-nagyon-nagyon sok cedókot osztott. Nagyon adakozó volt, és ez a bizonyos Berger Benjamin ebben a gazdag családban született, és fiatal korában járt jösivában. Hol tanult jösivában? Először a beledi rabinál Fellner Simon, aki később Újhelyre ment, és ott lett a rabbi. Ezen kívül elment, tanult a nagybátyámnál, a déd nagymamamnak a testvérén, a Grünwald Mózesnál, de ő tanult a Grünwald Mózesnál nem akkor, amikor Huszti rabbi volt, hanem még sokkal, sokkal korábban, amikor még kisvárdai rabbi volt, 1886-ban. Addig tanult Kisvárdán a nagybátyámnál. Ami azt jelenti, hogy született 68, és 19 évesen már nem tanult ott. Állítólag többen írják, hogy még egy helyen tanult jesivában. Ebben nem vagyok biztos benne, hogy ez így van, de az van írva, hogy német kereszti rabbi Katz Menachem, Prusnitz Katz Menachemnál is tanult, vagy igen, vagy nem. És itt jön egy érdekes kis történet, ami részben a magyarországi haszidizmusnak a története.
Ez a Berger Benjamin tanult ugye a nagybátyjánál, Kisvárdán, Grünwald Mózesnál. De a szokás az volt, hogy sokszor nyáron vagy a kis szünetet tartottak, és a rabik vagy bácsak elutaztak ilyen fürdőben utaztak, most épp nem tudom melyik fürdőbe volt, igen, ide van írva Bártfai fürdőbe a Tátranál, adó utazat a kisvárdai rabbi, Grünwald rabbi utazott oda, mert azt hallotta, hogy Galíciából érkezett oda a Bobovi rebbe és rabbi, aki akkor Visnicának a rabbia volt, és ő a híres Czanzi rebbenak az unokája, akkor oda utazott, gondoltam, Sábeszra, és magával vitett pár diák, aki nála tanult a jesivában. De a probléma az volt, hogy az egyik fiú, aki jött a Grünwald rabival, a kisvárdai rabival, ez volt az a Berger Benjamin, és nagyon-nagyon oda lett a Bobovi rebbe, ez pedig Halberstam Shlomo Salamon volt. Igaz. Ján azt írja, de mai neve az Bárdiov, egyébként jiddisül is Bárdiov a neve, csak azért mondtam Bártfeld, mert a magyarok tudjanak azonosítani ezt. Bártfa. Na, ő teljesen oda lett a Halberstam rabbi, a Bobovi rebbeért, és nem tudom, hogy rögtön akkor, vagy később, ő úgy döntett, hogy ő megy Bobovban tanulni, vagy a Bobovi rebbehez tanulni Viznicában. Azt jelenti, elhagyja Magyarországot, és megy Galíciába fog menni tanulni. A probléma az volt, hogy az apja biztos, hogy nem engedte volna, az apja nem volt haszid, akkor miért menjen ez a fia tanulni Galíciában. És tartott attól, hogy a kisvárdai rabbi, Grünwald rabbi se fogja engedni. Erre engedély nélkül fogta magát, és oda ment tanulni a jösivában. A Bobovi rebbenél. Mikor az apja megtudta, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fájt neki az egész, és kit hibáztatott? Grünwald rabbit. Grünwald rabbinak a hibája, hogy az ő fia elment, elhagyta őt. Mert ő meg volt győződve, hogy Grünwald rabbi, aki haszid volt, biztos ő küldte Bobovba. És erre van egy levél, ahol Grünwald rabbi írja a saját nagybátyjának, Ungár Mechel, aki vagy testvér, vagy unoka testvére volt ennek a Berger Benjaminnak az apjának. És erre azt mondja, figyelj. Először azt szeretném mondani, hogy a Berger Benjamin nagyon-nagyon jó fiú, sokat tanult, istenfélő és minden. Az, hogy ő elutazott innen, ő nem kért az én engedélyemet, senkivel nem tanácskozott a baráti társaságával, hanem ő egyedül hozta a döntést. De mivel mégse illik, az ember tanul egy rabinál, nem lehet őt elhagyni, erre eljött hozzám, amikor én voltam ott Bártfelden, és kevésbé 5 perc volt nálam, hogy egyszer csak ne úgy tűnjön, ne úgy legyen, mint a nem búcsúzott volna, de valójában nem búcsúzott, és épp csak egy pár percre jött, nem is volt ideje, hogy kérdezem rá, hogy mi, hogy mi, és már el is tűnt. De most szeretném mondani a Berger Benjaminnak az apjának, és kérem nagybátyámat, a Ungár bácsit, kérem tolmácsolni.
A Visnici Rebbe, a Bobovi Rebbe, ez egy szent ember, egy nagy szádik, egész Galícia az ő hatása alatt van, ő nagyon jól tanít is minden. Szóval igaz, hogy gyerek, egy kicsit ilyen gyerekes lépés volt ez a Benyámintól, de nem kell aggódni, a jó helyen van, és jól fog tanulni, és kész. Állítólag ott tanult Babovban 8 éven keresztül, ami azt jelenti, hogy ha 8 éven keresztül, mit mondtunk, 86-ban elutazott, akkor 1886-tól plusz 6 év, akkor 96-ig ott tanult Galíciában. A Visnici Rebénél utána visszajött, és házasodott pápán Bodanski Sámuel lányával, ez volt az első felesége. És ő az apja boltjába került, az apja egyébként csak 1922-ben hunyt el, 100 évesen, 100 évesen, vagy 99 és fél éves volt. Igen, 90, majdnem 100 évesen, és akkor így az apja boltjában, vállalkozásában részesült, vagy az is van írva, hogy ő nyitott valami vállalkozás az építőiparban, és jól ment, jó módon ember volt, sokat adakozott, és benne volt a zsidóság szervezésében. Ami történt, első világháború kitört, és ő neki kellett szolgálni az osztrák-magyar hadseregben. Amikor hazajött, amikor hazajött, ezt a történetet hallottam az apámtól, amikor hazajött, azt mondta a feleségének, figyel, ha meghaltam volna, akkor neked nem lett volna férjed, a gyerekek árvák maradtak volna, és te egyedül vezettél volna tovább ezt a boltot. Apa mindig beszélt boltról. Most, én hál' Istennek túléltem, túléltem, ezért neked férjed lesz, és a gyerekeknek lesz apjuk. De neked is a gyerekeknek életbe maradtam, de nem az üzletről. Ha az üzletről van szó, azt kell tudni, Berger Benjamin meghalt. Üzlet szempontjából Berger Benjamin meghalt, én életemben nem szeretnék a boltba lépni, én nem szeretnék boltba, én csak tóra tanulással és tanítással szeretnék foglalkozni. Azt mondja, baj az, hogy életben maradtam? Ha nem maradtam, ha meghaltam volna a háborúban, akkor így is egyedül vittél volna tovább a boltot. Vidd csak tovább egyedül a boltot, mert a bolt szempontjából Berger Benjamin meghalt, kész, slussz. És soha több nem akart foglalkozni az üzlettel, a felesége tovább vitte egyedül, és ő akkor alapított jesivát. Most ezt a történetet hallottam az apámtól, és itt több forrásom van itt, és az egyik forrásban részletezi, azt mondta, egyszer volt valamelyik csatában, és jobbról-balról nagyon sokan meghaltak. Jobbról-balról nagyon sokan meghaltak, és akkor ő fogadalmat tett, hogy ha életben marad, akkor ő szenteli az életet a tóra tanulásnak és tanításnak. Ő már nem szeretné
ennek fogja szentelni az életét. És életben maradt, és ezért ennek szentelte az életét. És ez mikor volt? Az első világháború után. Ide az van írva, hogy 1895-ben házasodott, ez érdekes, 27 évesen házasodott. És akkor kezdett jesivát alapított Beleden. Ki finanszírozta jesivát? Erről a visszaemlékezésekben, a cikkekben az szerepel, hogy mivel ő jó módú volt, ami azt jelenti a háború után is, az első világháború után is a felesége vezette tovább a boltot, és jól ment neki, és sok pénz volt, ő maga finanszírozta, ő az, aki a jesivai költségeket fedezte, hogy legyen a fiúknak hol aludniuk, legyen mit enniük, és ez volt 1900, mit tudom én, körülbelül 1920-tól ment a jesiva. Egyes források azt mondja, hogy olyan sokba került neki a jesiva, de ebben ment tönkre. Más források azt mondanak, hogy a tönkre ment a 1929-30-ban, amikor nagy krach volt, a világgazdaság rosszul ment, akkor ment tönkre. Most a Cseh Viktornak egy nagyon különleges könyve van, az a neve a Zsidó örökség, és abban szó van már a beledi jesiváról van szó. Benne 625-26. Oldalon, és onnan és a Cseh Viktornak a különlegesség az ő kutatásában, hogy ő felhasználja a régi zsidó újságokat, és rengeteg hasznos információ van ott leírva, és ezeket felhasználja, és ez tényleg nagyon különleges forrás ez. Erre hoz egy cikket egyenlőségben 1927. december 24-én, ahol az van írva, hogy egy fiú, akkor megint 1927-ben, hogy egy fiú utazik Beledre tanulni. No, igen. Az apja írta a rebbenek, azt mondja Berger Benjaminnak, az meg válaszolt, hogy a fiú jöhet, mert itt biztosítva van a megéletése. Kenyérrel és tejjel. No, jó, ez a reggeli, jó ez a reggeli, hanem mi lesz az ebéded? Valaki beszél ezzel a fiúval és kérdezi. Hú, a rabbi azt írta, hogy lesz kenyér és tej. Ez reggeli, milyen ebéded lesz? Kenyér és tej? Hát a vacsora? Persze, az is kenyér és tej. Egész héten? Egész héten? Csak szombaton vagyunk valamelyik balbósz vendégek. Volt ez a rendszer, hogy mentek családokhoz, és ott a család ellátta őket. Voltak olyan helyen, ahol hétköznapon is jártak, úgy tűnik, hogy Beleden csak szombaton volt. Ezen héten kenyér is tej, Sábeszkor pedig rendes étel. Hol fognak aludni? Hol fognak aludni? Erre az van írva itt, igen. Írja ez az egyenlőségnek az írója. A jó belediek átalakították egy korábbi istálóból vagy hasonló hajlékból egy nagy helyiséget, ki is padlóztak. A berendezés éppen nem fényűző, de minden bohának jut a földön egy szalmazsák fekvőhelynek és egy pokrot takarónak.
Erre azt mondja, megkérdeztem a fiút, hogy miért mész te Jösivába, miért nem mész a zsidó mesteremberhez, aki valami ipart tanítsa meg téged. Erre azt válaszol a fiú, de én tanulni akarok. 14 éves fiú. Hát mit akarsz lenni? Mi akarsz lenni? Nem tudom még, csak tanulni akarok. Azt jelenti, hogy a tanulásnak a célja nem volt az, hogy rabbi akar lenni, egy vallásos zsidó akar lenni, mindenképpen szeretne tanulni, kész, slussz. Most én nem vagyok meggyőződve, hogy az a díjra, hogy istálóból átalakítottak Jösivára, hogy azt mondja, hogy nagyon-nagyon szegény körülmények. Egy szalmazsák és egy pakroc, nem, és nem kellett fizetni érte. Azt hiszem, hogy ez nem számít túl rossz körülmények. Mindenképpen nekem ebből úgy tűnik nekem, hogy nem mindent Berger Benjamin a saját maga fedezte. Csak azt hiszem, hogy itt az van írva, mikor alakult a Jösiva, ezt nézem, mert előbb olvastam. Gyakori megszakadás lenne. Igen. A nagy világégés után, 8 évvel azelőtt alakították. Ami azt jelenti, hogy 1927-ben, december azt írja 8 évvel ezelőtt, ami azt jelenti, akkor 1920-ban alakult a Jösiva, ez jelenti az, hogy 8 évvel ezelőtt. Szóval az első világháború után akkor alakult ez a Jösiva, és ez a Jösiva ment. De tönkre ment a Jösiva, tönkre ment Berger Benjamin, annyira, hogy a végén nem volt mit enniuk. A családnak nem volt mit enniuk, nincs sehol írva, de nem tudott már tartani a Jösivát. Közben azt kell tudni, hogy Beledre jött egy új rabbi. Itt van egy könyv, aminek az a neve Jösivot Ungária, magyar jösivák. Első kötött 308. oldaltól 10. oldalig szól a Jösiva, a beledi Jösiva, és azt írja, hogy 1927-ben oda került Zilberstein Áron, aki egyébként az előbb említett Grünwald rabinak a veje volt, és akkor nem akarta bántani a Berger rabit, ezért nem nyitott Jösivát, hanem csak egy pár fiút magához vett, akit tanított. Amikor Berger elment, akkor ő átvette a Jösivát. Nem tudom, ez azt jelenti, hogy addig működött a Jösiva, vagy mégis a Jösiva tönkrement, mert nem lehetett fenntartani, ilyen apróságok nem lehet ebből a szövegből kideríteni. Na, ez volt a Jösiva, most amikor már nem volt mit enniük, akkor úgy van leírva, és majd jövünk vissza a Gestetner Imréhez, egyébként Gestetner Amram, a fia nagy rabbi volt Bnei Brakban, Gestetner Nátán, sok-sok könyvet írt, rokonunk természetesen, újpesti volt, szomszédak is voltak az Oberlander családhoz. No. Mikor megtudtad Bergernek már nincs mit ennie, erre úgy döntött, áthozza őt Újpestre, hogy legyen ott Jösiva. Mert azt kell tudni, Újpesten, amikor ketté vált az ortodox neológ hitközség, akkor minden, ami volt, átment a neológiához, mert az ortodoxok nagyon kevések voltak, és akkor kezdtek egy kicsit felépíteni magukat, és erre úgy gondolt ez a gester, de milyen jó lenne, ha jönne ide, Jösivát tartana, és akkor tanítani a fiókat, akkor lesz itt ortodox élet.
két testvér volt Újpesten, gazdag zsidók, szintén Gestetnerek, unokatestvérek voltak ezek Gestetner Imrével, az egyik az Gestetner Kálév, a másik az Gestetner Eliezer Dávid, és az egyik, nem tudom melyik kettő között, azt mondta, gyere át hozzánk Újpestre, megadom neked a fél lakásomat, nálunk fogsz lakni, minden ellátás tőlünk van, neked nem kell foglalkozni semmit, csak tanítsál a jösívában. Így került Újpestre, és így lett az, amit előbb mondtunk, a 33. novemberben már az a hír, hogy már új jösíva van, és már 30 diák van. Most jön egy érdekes sztori, apámtól tudom, de látom, hogy máshol is idézve van, hogy ez a Berger Benjamin haszid volt. E haszid volt, ezt lehet látni ebben a képben is, ez a Berger Benjamin nem egy nagyon-nagyon jó kép, ez azt jelenti, nem olyan jó minőség, de mindenképpen lehet látni, és lehet látni a kalapja, egy ilyen bíber kalap, ami egy ilyen haszid, a haszidok vagy a rabik viseltek. Viseltek itt Magyarországon. No, ő sokat utazott vissza a mesteréhez, és utána, amikor az meghalt, akkor a fiához, először haldastam Slomo, utána haldastam Bencion, és ő utazik Bobovba, Galiciába, állítólag mindig nagy ünnepekor ott volt. Egyszer azt mondja neki a Rebbe, a Bobovi Rebbe, Rebbenyámin, Hasid viselt Strimlit. Strimli az a szörmek alap, így szoktak ezt fordítani magyarra, tessék, neked is illik ilyesmit viselni. A Rebbe ezt mondja, szó nélkül felveszi a Strimlit. No, hazajön vonattal Galíciából, és töri a fejét. Hát egész Újpesten nincsenek Strimlik. Talán egy van a rabbinak, talán még egy sakterek, és kész, slussz. Hogy fog a felesége reagálni erre, hogy ő Strimlival jár? Egyszer csak lett egy ötlete, én így mondom, ahogy az apámtól hallottam, mondjuk kedd, szerdán, ilyen hétközben megérkezik itt a pályaudvaron, a felesége várja, mielőtt leszállt a vonatról, felveszi a Strimlit. Leszáll a vonatról, a felesége látja, Benjamin, mi van veled? Mit viselsz te? Azt mondja, én haszid vagyok, és a Rebbe azt mondta neki, hogy járjak Strimlival. Mondja neki a felesége, ki van zárva, mi ez a Strimli? Mi nálunk nem viselnek ilyesmit. De én haszid vagyok, és a Rebbe azt mondta, hogy viseljek. Oda-vissza, a felesége hallani is akar róla, ő pedig ragaszkodik hozzá. A végén azt mondja, tudod mi, drága felesége, vagy kompromisszum. Hét közben nem fogok járni Strimlival, csak Sábeszkor és ünnepnapokon, és Jamtevkor. Hú, a felesége úgy érezte, hogy ez egy nagyon jó kompromisszum, hogy Sábeszkor csak egyszer, egy héten, hat napon keresztül nem fogja viselni, csak hetente egyszer Sábeszkor. Amit nem tudott, hogy eleve a Strimli csak egy szombati viselet, és ezért semmi kompromisszum nem volt itt, csak ezért vette fel úgy, hogy úgy tűnye, hogy egész héten fog járni vele, és a kompromisszum az volt, hogy nem fog járni vele egész héten, hanem csak Sábeszkor, és így maradt ez a, hogy Újpesten még egy zsidó járt Strimlivel. A nagyon-nagyon-nagyon különleges pedagógus volt ez a Berger Benjamin. Nagyon nagy szeretettel foglalkozott a fiúkkal, a fiúk nagyon szerették őt, egyébként nagyon szerény volt. Általában a magyar jösívákban a jösívai vezetőnek, a rabinak Rebbenek vezették. És nem az a Rebbe, mert ugye a Haszid Rebbe. A Rebbe azt jelenti a mesterünk. Ugyanúgy, ahogy sok közösségben a városi rabit is Rebbenek nevezték. Mindenképpen Rebbenyámin nem engedte, hogy őt Rebbenek nevezni, hanem Rebbenyámin. Rebbenyámin. De mindenképpen a fiúk nagyon szerették a Rebbenjüket. És ezt onnan is láttam, nem csak a le van írva, hogy milyen jó pedagógus volt, láttam, hogy az apám ahányszor beszélt
Reb Binyáminról valami olyan szeretettel emlékezett róla, hogy hihetetlen. Épp a kezembe vettem, van Reb Binyámin kiadat egy kis könyvecskét. Egy kis könyvecskét adott ki, 1924-ben adta ki ezt a könyvet, Benjamin Berger, Ósz Belet. Budapesten nyomtatta, és a könyvnek a témája az az, hogy a leány nevelésről. Hogy komolyan kell venni nem csak a fiúknak a nevelését, hanem a lány nevelését is kell komolyan venni, és erről majd vissza fogunk térni, hogy amit ír ebben a könyvben. Ezt a könyvet újra adta ki Amerikában 1970-ben a tanítványai, és láttam, hogy az apám oda beírta az első oldalra a nevét. Nem az összes könyvében írta be a nevét, és én úgy érzem, hogy úgy írta be a nevét, hogy kapcsolódjon a mesteréhez. Az apám mesélt nekem nagyon szép történet, de azt mit jelenti az, hogy valaki egy Berger tanítvány? Mit jelent ez 30 és 40 évvel később, és mit jelent a Berger tanítvány? Azt mondta az apám, ez neki egy unokatestvér, aki Izraelben lakik, egy bizonyos Aus mesélte neki, hogy jött a háború után valamikor az 50-es években lehetett, vagy maximum a 60-as évek elején, a magyar zsidók jöttek Izraelbe, és többen Petah Tikvan laktak. De valahogy nem találtak maguknak olyan zsinagógát, olyan közösség, ami nekik való, a magyar szokások, amit ők megszoktak Magyarországról, és ezért fontosnak tartották, hogy alakítsanak egy új közösséget, egy ilyen magyar közösség. És ezek mind Berger tanítványok voltak. Berger Benjaminnak a tanítványok. Igen ám, de hát jöttek Magyarországról, volt egy háború, egy kommunizmus, nem voltak ők gazdagak, hogy tudnak ők közös épülethez jutni. A városban volt egy zsidó, aki szintén egy Berger rabinak a tanítványa volt, aki ingatlanos volt, de nem úgy üzletelt ingatlan, hanem ő ingatlan fejlesztő volt. Ő ingatlan fejlesztő volt, jó módú volt. A probléma az volt, hogy nem volt nagyon vallásos, de jó módú zsidó volt, és erre elmentek hozzá egy küldöttség, azt mondta, azért jöttünk hozzád, mert mi Berger tanítványok vagyunk, és mi úgy döntöttünk, alakítunk itt Petah Tikvában egy hitközség, egy közösség Berger rabbi emlékére. És ezért szeretnénk kérni tőle, hogy segíts nekünk ebben. És ő tényleg segített, adott nekik egy telket, és még pénz is adott, hogy épüljön oda feled egy zsinagóga. No, minden szép és minden jó volt, és erre ők hivatalosan bejelentették, mivel ő az, akinek köszönhető, hogy ez a hitközség létrejött, ezért ő lesz a hitközségi elnök, a Rasekol. Jó, köszönöm szépen. No, első Sábesz, és nagy ünnepség, minden bejelentették, nagy ünnepség, a Hanukasa Bájz, a felavatása a zsinagógának. Hát, minden szép és minden jó volt, csak az elnök, a Rasekol nem jelent meg. Miért nem jelent meg? Mert ő nem volt vallásos. És ezért ő a mester emlékére adott pénz, telket és mindent, de ő nem ment oda el imádkozni. De ők okosok voltak, és másnap reggel, másnap vasárnap, bejelentkeztek hozzá, jaj, nem tudom, a nevét nem tudom, hogy jaj, el voltál foglalva, és nem tudtál eljönni, de hát nagyon nagy volt az ünnepség, szeretnék megosztani vele a nagy ünnepséget, és megköszönni, majd biztos vagyunk benne, hogy jövő héten, hogy jönni fogsz, mert akkor nem leszel annyira elfoglalva. Nagyon kellemetlen volt,
hogy ők igazán számítanak rá, erre jövő héten eljött eléget tenni, mert kelemetlen volt, hogy ő, hogy nem jött. Ú, nagyon örültek neki, és akkor mondtak neki, hogy jövő héten is számítanak rá. Úgy megint kelemetlen volt, hogy ő Berger tanítvány, Berger közösség van itt, és minden. Erre már jövő héten is jött, és jövő héten, és rákövetkező héten, és lassan már minden héten jött. Mert azért, mert előbb jött, mert kelemetlen volt, és utána már megszokta. No, ha már jár zsinagógában, akkor zsinagógába jár, az nagyon jó, de utána felmerül a kérdés, ugye jönnek, felnőnek a gyerekek, el kell küldeni őt iskolában, és ő nem igazán tervezte küldeni őket vallásos iskolába, de kelemetlen volt, hogy ott Berger tanítvány, no, akkor átküldte őket valami héderben. És akkor így mindent úgy tette, mert ő Berger tanítvány, és nem illik, nem akart kelemetlenséget, csalódást okozni, a végén ott járt minden héten, a gyerekek jártak Heidelben, a végén ebből egy vallásos család lett, és minden is természetesen ő vallásos lett, mind azért, mert Berger tanítvány volt, és a Berger rabbi, a Berger mester emlékére hoztak létre ezt a zsinagógát, így átalakult ez az egész család, és vallásos irányba ment el, és mondta az apám, hogy unokatestvére mesélte neki, egy echte ortodox vallásos család lett ebből, senki nem lehet látni, hogy hogyan alakult ez az egész. Hogyan alakult ez az egész, és ez mind azért volt, mert Berger tanítvány, ez a büszkeség, hogy ők Berger tanítványok, illetve az, hogy a mester emlékére mit akartak tenni. Most szeretném elmondani, hogyan kapcsolódik én személyesen a Berger Benjaminhoz. Nem volt ez szándékosan, de úgy történt. Előbb már idéztem azt a levelet, amit a Grünwald rabbi arról ír, hogy a Berger Benjamin megszökött a jösívából, a kisvárda jösívából engedély nélkül átment tanulni a Bobovi Rebehez, és a Grünwald rabbi azt mondja, nem kell aggódni, jó helyre ment, és minden, és minden szép, és minden jó, jó helyen van, annak ellenére, hogy az apjának nem szólt, nem volt az apjának az engedélye, nem volt a Grünwald rabbi engedélye, de mégis el kell fogadni, jó helyen volt. Most, ez a levél először megjelent egy folyóiratban, a Bobovi Hasidok folyóiratjában 1981-2-ben jelent ez meg. Hallottam, hogy ez megjelent, nekünk, ugye, ahogy mondtam, a Grünwald rabbi, ez a déd nagyamnak a testvér, az apa mindig azt szokta mondani, hogy a Grünwald Mózes rabbi, Grünwald Mojse, az a koronája a családunknak. Ugye volt egy öccse, az a Szatmári rabbi volt, Grünwald Dávid, szinte nagyon különleges volt, a Grünwald Mózes, ő a top volt, a családnak a koronája. És én is nagyon szeretem a mai napig, tanulom mindig az ő könyveit és minden. Hallottam, hogy megjelent a folyóiratukban ez a levél, és akartam megszerezni. Jó, nehézen ment, kértem ettől az embertől, attól az embertől, a végén egy szomszédtól kértem, akinek a fia ott járt a jösiva, kértem tőle, próbáljon beszerezni, a végén beszerezte. No, mikor kaptam ezt meg? Amikor én megszöktem a Bnei Baraki jösivából, ahol tanultam, és átmentem tanulni a Lubavicsi jösivában, Chabad jösivában, Kfar Chabadban, és az apám engedélye nélkül, apám nagyon-nagyon mérges volt. Ez volt a nyári szemeszter elején, amikor ez kiderült, az apám kérte, hogy jöjjek haza, beszéljük meg ezt. Hazajöttem, és pont akkor, amikor
bent ez a tárgyalás, otthon az apám nagyon, nagyon kérte, hogy ne menjek vissza a rendes jesiba, ne járjak Lubavitchi jesiba, én pedig azt mondtam minden áron, Lubavitchi jesiba szeretnék járni, még engedély nélkül is. Pont akkor kaptam a szomszédtól a folyóiratnak ez a száma, hazajöttem, Isten bizony, semmi szándéka nem volt, letettem az asztalra, nem vittem be a szobámba, hanem véletlenül kint maradt az asztalon. No, másnap este azt mondja az apám, aha, üzeni akarsz tőlem. Mi derült ki? Volt ez a füzet az asztalon, és az apám kezdett benne, hazajött az apám, és kezdett benne lapozni, és egyszer csak azt láttad, van egy levél a Grünwald rabbi, a nagybátyától. Hú, ott akarja megnézni. És kezdi olvasni, és látja, hogy miről szól ez a levél. Berger Benjaminról szól, az ő mesterétől, hogy az ő mestere engedély nélkül átment egy chaszid jesivában Galíciába, és apja engedélye nélkül, és a Grünwald rabbi azt mondja, nem baj. Erre az apa úgy értelmezte, hogy szeretnék üzeni neki, hogy Berger tanítvány vagy, és a Berger rabbi szinten engedély nélkül elment a chaszid jesivába, ezért a fiat nekem is jogom van elmenni apám engedélye chaszid jesivába. És ez nagyon-nagyon-nagyon fájt az apámnak, hogy én felhasználom Berger Benjamint fegyverként arra, hogy ő neki muszáj engedni nekem, hogy Lubavitchi jesivában. Üzeni akarsz nekem, aha, Berger rabival és Grünwald rabbi levelével, ez nem egy szép dolog tőled, ha akarsz velem beszélni, akkor beszélj, ne üzen nekem, úgy, hogy leteszel az asztalra, de nem volt semmiféle szándékam, annak ellenére a tényleg egy komoly üzenet volt, mert halakha szerint nem kell a szülőnek az engedélye az, hogy melyik jeséjében járjon a fiú, mert a gyerek, mert az ember ott tanul, ahol a szíve húzza őt. Az, hogy tanuljon, menjen tanulni jesivában, vagy nem, muszáj tanulni. De melyik jesivában, erre azt mondja halakha, nem kell a szülőnek az engedélye, ami azt jelenti, hogy ez a levél tényleg valójában egy üzenet volt az apámtól, de nem volt szándékos tőlem. De mindenképpen erre azt lehet mondani, hogy az apám annyira szerette a Berger rabit, ezért nagyon-nagyon erős üzenet volt ez tőle, hogy az ő mestere, akit annyira szeret, átment egy chaszid jesivába, annak a Grünwald rabbi is chaszid volt, de Galíciába ment, ugye nekem jogom van Lubavitchben, ez az én személyes kapcsolatom, Lubavitch, Berger rabbihoz. No, mindenképpen majd folytatni kell, még sok mindent kell mesélni Berger rabbiról, és az újpesti jesiváról is, de ez majd maradni fog a jövő héten, de még egy kis adattal szeretném befejezni. Ez a cikkben is szerepel, de a zsidó komos cikkben is, amit a Cseh Viktor írt. Berger rabbi újpesti jesivája a vész korszakig működött. 1944-ben egykori tanítványai keresték fel, felajánlották neki, hogy biztonságos helyen bújtatják el. Ám Berger rabbi ezt nem fogadta el, és inkább a közösségével maradt. A halakoszt áldozata lett. Én, mikor ezt olvastam, nem nagyon tetszett nekem, valahogy volt egy érzésem, hogy valami nem stimmel teljesen ezzel a történettel, a tanítványa keresték fel, hogy biztonságos helyen fognak bújtatni, miről van szó, milyen nagyon tehetséges tanítványai voltak, és kik voltak ezek. Ugye azt kell tudni, a fiúk az 13 éves fiúk voltak, igaz, hogy már korábban vezette, de ezek még mindig
Ma 10 évvel ezelőtt volt Jesiva, akkor mondjuk 25 éves diákok, tanítványa vannak, 30 éves diákjai vannak. De ezek mire voltak képesek? Egy picit kételkedtem a történetben, hogy miről van szó. Ebben a könyvben, ez pedig egy rokona írt, ez én rokonom is, azt írja. Azt írja, hogy Berger Chaimtól hallotta Hananya Kohntól. Hananya Kohn a második világháború után itt Budapesten ilyen egy dáján volt az ortodox hitközségben, a háború előtt Sakter volt itt az ortodox hitközségben. Erre azt mondja, hogy a második világháború alatt azok a tanítványok, akik laktak Pesten, azt kértek Berger rabitól, hogy jöjjen át Pestre, mert ez egy nagy város, és talán ott könnyebb lesz túlélni. De ő nem fogadta el. Erre azt mondta, hogy Rabbi Akiva, a híres talmudi bölcs Rabbi Akiva, amikor ilyen vas fésűvel a bőrét nyúzták le tőle, erre azt mondta Rabbi Akiva. Kol jommája jiszimit sztár, masszai javajla jadilajka menni. Egész életemben arra gondoltam, fájt nekem, jaj, mikor fogok tudni én feláldozni életemet az Istenet. Most pedig eljutottam oda. Azt mondta Berger Rabbi. Én nem vagyok olyan, mint Rabbi Akiva. Én nem kerestem feláldozni magamat. Nem feláldozni magamat az Isten nevéért. Nem kerestem. De elmenekülni tőle az nem. Maradok itt, ahol vagyok, és lesz, ami lesz. Ez a történet teljesen életképes, azt szintén teljesen értető, mert az Oberlander család szintén ezt csinálta. Kevésen voltak, akik ezt csináltak. Oberlander család átjött Újpestről Pestre, mert úgy gondoltak, hogy itt jobb lesz. Már majdnem arra gondoltam, hogy ezek a tanítványok, azok az Oberlanderek voltak, de mivel az apám soha nem mesélte nekem, hogy ők kértek a Berger rabbitól, hogy jöjjen át, ezért gondoltam, hogy nem az Oberlanderek voltak. Egyébként a nagyapám mindig mesélte, amikor indultak, akkor épp a Neolog rabbi látta, hogy Lézer bácsi, a Friedmond Dénes, akivel jóban voltak. Léder bácsi, hova megy? Megyek be inkább Pestre. Azt mondja a Friedmond Dénes neologra, azt mondta, na minek? Itt biztonságban vagyunk. Itt. Én beszéltem a rendőrparancs, főparancsnokkal, és azt bíztat engem, hogy itt nem kell félni semmit. Erre azt mondta nagyapám, de hát én mégis jobban érzem, fogom érezni magamat Pesten. Pár nappal később sajnos, amikor indultak, a gettó lett, és gettó már volt, és deportáltak a gettót Friedmond Dénessel együtt szegény Auschwitzba. Szóval ezért mondtam volna, hogy talán ez az Oberlander család volt, aki próbált rábeszélni a Berger rabbi, de ma apám soha nem mesélt, hogy ők voltak ezek. Szóval ez a biztonsági sejt azt jelenti, hogy Újpestről jöjjön át Pestre, de sajnos azt mondta, kibújni nem szeretné magát onnan, a feláldozástól ő marad Újpesten. Szegény, az apám mindig mondta nekem, hogy jaj, idős ember volt, mert 75 vagy több volt, te 75 éves, és 3 kis gyerekkel indult Auschwitzban, akik meghaltak. De majd jövő héten fogom folytatni, és még sok minden fogunk beszélni. Berger rabbiról, a Jesiváról, stb. Szóval ez egy kis kiegészítés volt a Zsidó Komos cikkhez, amit Cseh Viktor írt, majd jövő héten folytatjuk. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek! Sziasztok! Csak megmutattam, de szeretném ezt így, hogy mielőtt befejezem. Ez szintén ez a folyóiratban megjelent két cikk.
Berger Benjaminról, és itt is van a kép, ez ugyanaz a kép, ami volt a másik könyvben, de itt van még egy kép, az pedig diákkal együtt. Itt van egy kép, megint nem egy jó minőségű kép, de mégis rajta van ezen a képen. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok mindenkinek, sziasztok!